So sexy, Kristen, you. Dame Fendi, mi amor. La fiesta VIP, modelo Louis V. So sexy, Kristen, you. Dame Fendi, mi amor. Hello, sziasztok, Szeged365.hu family. Egyszerűen nagyon-nagyon köszönöm nektek azt, vigyázz Andor magadra, itt a mozgó lépcső vagyunk. Bizony szerintem már felismertétek, hogy a Szeged Novába érkeztünk, nem véletlenül, de előtte hagyj fejezzem be még egyszer, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy a rekordolvasottságunk van, a Szeged365.hu a rekordolvasottsága folyamatos hónapról hónapra, és ezt egyedül nektek köszönhetjük. Na de, miért vagyunk itt a Szeged Novában, nem véletlenül? Megtudtuk, hogy világbajnok pizzákat készítenek itt, és úgy gondoltuk, hogy akkor a Szeged365.hu family tagok, azaz te, tudd meg azt, hogy hogyan készül a világbajnok pizza. Vigyázz attól, hogyan készül a világbajnok pizza, és majd meg is fogjuk kóstolni. Gyertek velem, ha minden igaz, akkor exkluzív helyekre be tudunk itt is jutni. Reméljük nem dobnak ki, de mi bemegyünk egészen oda a kemencébe azért nem, de hogy ahol elkészül, ahol készítik elő a pizzákat, igyekszünk nektek exkluzív képeket és exkluzív helyszíneket bemutatni, úgyhogy gyertek vele! Már is bejutottunk a Szeged Novába, ahogyan ígértem, világbajnok pizzákat készítünk, exkluzív itt a Szeged365.hu-n. Szia! Nagyon szia. Szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan fogadtál bennünket. Ide föl szabad jönni egyébként? Nyugodtan gyertek. Exkluzív helyszínekre jövünk. Megmutatjuk természetesen nektek azt a kemencét, amiben úgy látom már, hogy ropog a fa tulajdonképpen. Erre mondják azt, hogy... És még mi jó illata is van, kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen táborozási időszak jutott nekem eszembe. Na mondom, nálad nagyon egyszerűen működik ez. Na jó, oké, akkor rájöttünk, hogy azért ez neked nagyon megy. Mennyit gyúrtál így életedben, hány dögöm, hogy nem számoltad össze, de... Hát nem tudom, de szerintem milliókat. Aha, mióta csinálod egyébként? Hány 20 éve. 20 éve foglalkozok ezzel a szakmával. Nápolyba kezdtem. Uh-huh. Még 14 évesen. Az egyik kedvenc városom, csodaszép. Az egyik leghíresebb pizzériában elkezdtem dolgozni ott. Lehet tudni, hogy jutottál ki? Mi volt az? Igen, a nagyvágyam olasz, uh-huh. És úgy jutottunk ki a családdal, meg mindenki. És hogy megtetszett, vagy eleinte az volt a munka, és akkor csinálod, aztán beleszeretem? Hát nekem igazándiból, amiben beleszeretem a legelején ebbe a munkába, az akrobata pizza, freestyle. Ja, olyat a válás, is tud? Igen, mert hát az... Az egy külön szakma. Ilyen tésztával nem lehet dobálozni, ilyen tésztával nem lehet csinálni. Az igazán rengeteg só van benne, hogy jó rugalmat legyen. De az most bocsánatot kérek, tőled csak csöndben mondom, azért így elképzelem, hogy Nápolyban, Olaszországban azért dobálgatni a pizzát, az ilyen macho dolog, nem? Tehát, hát ezzel... nagyon igen, amúgy nagyon, de azt a tészt, amivel dobálnak, az nem ehető. Ja, értem, az a látványnak. Az csak a látványnak, igen, így van, csak a buli. Uh-huh. Tehát, hogy akkor 20 éve csináltad, akkor éjfélkor ébresztelek, akkor ugyanúgy meg tudod csinálni, azt már látom. Mióta érsz egyébként, bocs, ha belekérdezek kicsit úgymond magánjellegű dolgokba, is, de már kíváncsi lettem, hogy mióta jössz Szegeden, tehát Nápolyba kezdtem. Szegeden május óta. Május óta jöttél is itt. Igen. Na, de tetszik a város? Tetszik, nagyon szép város. Én ezelőtt Budapesten éltem, még 10,5 évet, 11 évet. Hát Magyarországon úgy nagyon szép. Még szép a nők. Hát egyértelmű a legjobb. És most már, hogy itt vagy Szegeden, finomak nagyon a pizzák. Én még részt veszem egy olyan, pizzaoktató is vagyok. Igen. A legnagyobb szervezetet így Olaszországban, a Gruppo La Piccola Napoliba, ami 2018-ban a Guinness World Record-ba döntöttünk. Uh-huh. 11 és fél óra alatt 12.000 pizzát készítettünk. Hát ahhoz azért kell már fizikai rákészülés igen, is. Igen. Már így a számokat hallva, az igen nagy számok. És akkor tulajdonképpen itt Szegeden is oktattál már pizzát, vagy nem? Itt nem, ez a te Szegeden tilos titkod. Így van, ez a te kis titkod, itt ez a te kis birodalom. Általában mindig más országban szoktam oktatni. Voltam Romániában, voltam Lengyelországban, voltam Szlovákiában, szlovén. Stb. Oktatni úgy. És akkor most ez a tudás, bocsánat, megint a lokálpatriotizmust előveszem, akkor most megérkezett Szegedre.